Üdvözlöm Önöket! Az arcképmásban ma folytatjuk Zán Fábián püspök úrral a beszélgetést. Milyen feladatai vannak egy püspöknek? Milyen nehézségei vagy kétségei? És milyen a családi élete? Ha velünk maradnak, megkapják a válaszokat is. Tartsanak velem! Tizenkét éve kezdődött el az az időszak, amit püspökség néven emlegetünk. Hogyan emlékszünk a kezdetekre, a püspökség kezdeteire? Most a dátumon gondolkodtam, hogy ez valóban így van, és valami nagyon hasonlít erre a számra. Amikor főjegyző voltam, akkor Horkai László volt a püspök, és ez azért volt számomra egy nagyon szép korszak, mert tőle nagyon sok mindent meg lehetett tanulni. Mindenért viselte és vállalta a felelősséget. Ő érezte azt, hogy az a gondolkodás és az a látásmód, amivel én akkor rendelkeztem, arra szükség van az egyházban, és megadta azt a lehetőséget, hogy megcsináljuk a változásokat. És ez 2002-ben kezdődött, és ebben a folyamatban ő mellettem volt, segített, támogatott. Én ha ma arra gondolok, hogy milyen volt a püspöki beiktatás, akkor nem is tudom, hogy meg lehetne ezt ismételni. Azok az emberek, akik eljöttek, püspökök, egyházi vezetők, akik ott az én életemre, szolgálatomra áldást kértek, azok olyan lelki hátteret is, és ima hátteret is biztosítottak éveken keresztül, és olyan emberi erőforrás is tanácsokkal láttak el, aminek a birtokában és tudatában lehetett merész dolgokhoz is kezdeni, és nem meghátrálni minden mai napig. De mi volt az a látásmód, amivel akkor rendelkezett, amit Horkai László püspök is támogatott? Még emlékszünk arra? Igen, mert ezek reformokhoz vezettek az egyházban. Tehát voltak olyan látásaim például, hogy az egyház községeknek meg kell próbálni teljes mértékben a saját lábukon megállni. Az egyház községek, ha fontosnak tartják az egymással való közösséget, akkor fent kell, hogy tartsanak egy esperesi hivatalt. Akkor történtek olyan dolgok, amik ma már elképzelhetetlen lenne, vagy talán gyáva lennék hozzá, de akkor ez nem. Hogy például az egyház fenntartó járulék az tízszeresére emelkedett. A gyülekezeti tagok vállalták azt, hogy igenis akkor ők tartják fönn az esperesi hivatalt, és az egyház kerületnek az intézményrendszerébe is bepótolnak, kiveszik a teherhordozásból a részüket. Maga megszervezése az egyházi életnek olyan stádiumba került, amit már nem lehetett két-három embernek csinálni, hanem megtelt a hivatal munkatársakkal. Így a munkaviszonya a lelkészeknek, hitoktatóknak rendeződött nagyon sok egyházközségben. A presbitériumok felelőssége az megnövekedett, templomoknak az iratrendezése beindult. Akkor hoztuk létre a múzeumot, a levéltárat, mert erre mindre szükség volt. Kimentem egy gyülekezetbe, és azt láttam, hogy ilyen elkorhat lábú szekrényben felbecsülhetetlen értékű irattári anyagok vannak. Létrehoztuk a múzeumot, a levéltárat. Az volt úgymond az első gyermekem, hogy az létrejött, és azért én hálás vagyok a mai napig, hogy van egy egyházkerületi levéltár. Lehet kutatni az írásokat, a régi anyakönyveket, jegyzőkönyveket, és ez a mi történelmünk szempontjából nagyon fontos. Hát ezek voltak a nagy feladatok. Például fel kellett újítani ezt a hivatalt. Ez egy lepusztult régi óvoda volt. A fedelkúriáról beszélünk? Ezt át kellett fedetni.
Az első gyűlés, amit tartottam a nagyteremben, az nagyon érdekes volt, mert pont a fejem fölött szakadt le egy plafonrész, és ugye még a mennyezet is ráesik, ugye? Tehát nálunk van ilyen, hogy mondják az emberek, hogy hogy nem szakad rá a plafon. Na hát rám szakadt a plafon. Tehát ezek mind annak az első 4 évnek voltak a munkái, és én úgy gondolom azért, mert igyekeztem ebben hűséggel megállni, helytállni. Püspök választáson nem teljesen simán, mert volt ellenjelölt, de mégis többen szavaztak rá, mint az akkor mellettem jelölt lelkészre, és így választott meg az egyházkerület püspöknek, és letelt a 3x4 éves ciklus időszak, és most újra megválasztottak, úgyhogy még ezt a 4 évet így szolgálati időként kaphattam meg. Minden reggel itt kezdődik a nap, itt tölti a nap nagy részét? Hát többségében igen, vannak olyan korszakok, amikor nem vagyok itt sokat. Gyakorlatilag ez a napnak a 4.-5. órája, ami már a hivatalban kezdődik, mert otthon korábban kezdem a napot. Én vagyok az ébresztő, tehát a gyerekeket felébreszteni, megvárni még az iskolabusszal, biztos, hogy elmennek, hogy nem jönnek vissza, és utána még az otthoni dolgokat is, amiben tudok, kiveszem a részem, természetesen a feleségem vállán van a több, és azt követően igyekszem vagy 9 órára jönni, vagy 10-re, de általában 9 előtt még vagy egy építkezést meglátogatok, ami útban van. Ma is voltam már reggel építkezésen, úgyhogy ez így van. Nézzük meg, mi is ez a hivatal akkor. Nézzük, hogyan is tevődik össze. Még a hivatalban is várit, nézzük, nem elég otthon az ablakból? Hát nem, nem. Tehát én nagyon szeretem ezt a templomot, a szépségeivel, a feladatával. Az igazság, amikor én először Váriba érkeztem, az talán 92 volt, karácsonyi legátus voltam. Akkor azt mondtam magamba, hogy hát ha én egy gyülekezeti lelkész leszek, akkor csak ne ilyen gyülekezetbe kerüljek, mert ennek a templomnak a felújítása az lehetetlen. Ennek a toronynak a karbantartása, festés, hát olyat senki se tud csinálni. Hát erre én vári lelkész lettem, de nagyon hálás vagyok azért, hogy a hálószobám ablakából is látom a templomtornyot, mert hálát adok érte. A viharok vannak, akkor imádkozok érte. És nyáron, amikor a hajnali nap felkelte, megvilágítja ezt a templomtornyot, akkor ez egy csodálatos látvány. És sehol sem olyan a mi atyánk, mint a saját templomunkban. Ha hosszabb ideig nem prédikálok otthon, akkor nagyon el is érzékenyülök, amikor együtt a gyülekezet újra velem mondja a mi atyánkot, vagy én a gyülekezettel. Tehát én úgy gondolom, hogy az embernek van egy lelki otthona. És az én számomra a vári templom egy ilyen lelki otthon. Én nem tudok úgy a templomba végigmenni, vagy bemenni, hogy ne kezdjek el énekelni. Tehát ott mindig van valami csoda, ami megérinti az ember lelkét, és énekre fakadok. Tehát nem tudom megmagyarázni, de ez csak így van. Hogy mennyi minden feladata vagy feladatköre van egy püspöknek? Egyszerre menedzsment, pénzügyi szakember, még ha erősen akarok fogalmazni, politikusi hajlamokat is kell magában hordozzon, közéleti szereplő is. Hogyan tudjuk ezt összefoglalni? Melyik a legnehezebb? Mert egyszerre kell foglalkozni nagyon sok mindennel. A legnehezebb feladat a világon megfelelni az embereknek. A legkönnyebb megfelelni az Istennek, mert ő nem várja el tőlünk. A feladatok azok nagyon szerteágazóak valóban, és
kisgyerek úgy gondolja, hogy az apukája mindent tud és mindent bír. Ezt várják el egy püspöktől is, hogy a püspök mindent tudjon, és ő mindenre tudja a választ. És ha nem rögtön, akkor az már csalódást is okoz. A bizonyos helyzetekben, amikor akár politikai vagy gazdasági kérdésről van szó, az Isten vezetése az, ami meghatározó. És ezért fontos az, hogy lelki vezető az lelki ember is legyen, és figyeljen oda az Isten igéjére, vezetésére. Hogyan tudja megőrizni azt a fajta nyitottságot, vagy mi szükségeltetik ahhoz, hogy az ember mindig arra figyeljen, hogy a jó Isten merre vezeti? Ez a református gondolkodás, hogy amit Isten adott nekünk, azzal hasznára kell, hogy legyünk a közösségünknek, a társadalomnak. És amikor mi hasznára vagyunk a közösségünknek, a társadalmunknak, az nem a mi hírnevünket vagy dicsőségünket kell, hogy szolgáljam az Isten dicsőségét. Ezért az embernek mindent bele kell tenni abba, hogy ez jó legyen. Hogy mi hozza az embert olyan helyzetbe, hogy mindig Istenre figyeljen? Amikor szembesül a tehetetlenségével. Amikor ott állunk egy kérdés előtt, amire nincs válaszunk. Amikor ott állunk egy feladat előtt, ami túl nagy nekünk. És én úgy érzem, hogy minden nap olyan feladat előtt állok, ami nekem emberként túl nagy. És ahhoz nekem szükségem van a segítségre, szükségem van az Isten segítségére, szükségem van az ő vezetésére, szükségem van arra, hogy kérjek tőle, és ez a kérés annyi, hogy Uram, adj bölcsességet, vagy vezess engem, vagy nem tudom, mi lesz a mai nap, de kérlek, hogy őrizd meg, hogy hazajöhessek a családomhoz. Ez a lelkület, és ez a hit, ami a titok. Nem nehéz úgy élni az életemet, hogy mint egy kirakatban vagyok, tehát bármit teszek, vagy mondok, úgymond de nem lehet hivatalon kívül, hiszen az egy elvárás, és megint az elvárásoknál vagyunk. Én arra gondolok, hogy egy baráti körben valaki születésnapot ünnepel, akkor engem táncra lehetne bírni, vagy nem. Általában nem. Ugye? És lehet, hogy egy kicsit frusztrálom is a társaságot, hogy én nem ugyanúgy ünneplek, és nem mondható el rám, hogy bulisztam, vagy nem tudom, de érdekes, hogy ilyen helyen is jó megfordulni, már csak azért, mert olyan beszélgetések jöhetnek létre, ami egyébként sosem. Ott nyíltabbak az emberek, elmondják a gondolataikat, és egyébként sose tudnám meg, hogy valaki milyen mély hitvilágban él, de ott úgy gondolja, hogy itt ül mellettem, úgyse fog táncolni, inni se iszik, akkor beszélgessünk, és szinte mindig van beszélgető partner. Tehát más, de most már úgy megszokom ezeket a dolgokat, de az elején oda kellett figyelnem arra, hogy jó az, hogyha épp most valaki lefotózna engem, és én jövök kifele egy kocsmából, megmagyarázhatnám, hogy ez most nem minden nap járok ide. Nem, de valahogy én úgy érzem, hogy a községünkben is, meg itt Kárpátalján megszokták, hogy én ugyanakkor egy hétköznapi ember vagyok, aki megszólítható, elérhető, és aki értem, megérzem az emberek gondjait a mindennapokban. Nekem ez az élet része. És megszokják benzinkúton is, püspök úr, mit tankolok, és akkor mondom, hogy az ingyenesből kérek 500 grivenyre, és az úgy mosolyognak, és tudják, hogy ez úgy jó. Tehát ismernek így az emberek üzletben, vagy bárhol. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és szerintem jó, hogyha ott vagyunk a hétköznapi emberekkel az ő hétköznapi dolgaikban. Nehéz lenne összefoglalni a 12 év történéseit, azt a sok intézményt, rendezvényt, elindult projektet, ami fut és még futnak is. Mi az egyik legkedvesebb belőle, mit tudunk kiemelni? Az első családi napötlete az megszületett
bennem, elmondtam a munkatársaknak, és azt mondták, hogy ha ilyen okos vagy, akkor csináld meg otthon. És így került Váriba az első családi nap 2011-ben. Nagyon hálás is voltam érte, hogy sikerült. Mindenkivel megbeszéltem azt, hogy családi nap lesz Váriban. A falu csordásával is, hogy azon a napon ő nem hagyja ki a teheneket. A községgel, a falu lakosságával, mindenkivel, és januárban mi már tudtuk azt, hogy augusztus 20-ához a legközelebbi szombaton családi nap lesz, és ez egy ima téma volt. Imádkoztam a munkatársakért, az önkéntesekért, és természetesen azért, hogy eljöjjenek az emberek. Bár megkaptam nagyon sokszor, hogy ez már csak nekem kell, de volt családi nap. De hát hiszen ez az egyik legnagyobb tömegeket megmozgató kárpátai református rendezvény. Igen, igen, mert a családi nap igazából azért van, hogy egy közösségként megálljunk az Isten előtt, és azt mondjuk, hogy az övé minden dicsőség, tehát hogy hitvallást tegyünk. Ezt pedig úgy kell megélni az Isten előtt, hogy áldást kérjünk a mára és a holnapra. Én azt tudom elmondani püspökként, hogy én az a boldog ember lehetek, akinek nagyon sok álma vált valóvá. Hiszen a Nagyberegi Református Liceum, a Dobronyi, a Péterfalvai, most nem sorolom fel az óvodákat, illetve azokat az intézményeket, amik épültek, vagy csak szépültek, vagy fejlődtek, vagy újak nyíltak. Egy ház a nemzetért? Igen, ez még annyira nem is köztudott, hogy van ilyen, de ahol él az ember, ott veszi észre a legnagyobb hiányokat, és ott próbál helyt állni. Azt láttam, hogy egy olyan falu, ahol nincs közösségi tér, mondjuk egy kultúrház, vagy valami ilyesmi, ott elsorvadhatnak azok a készségek, képességek, amelyek ott vannak adottságként, talentumként a lakosokban. Ott jártam el egy épület előtt, ami a régi irodaház, én csak így neveztem, irodaház, meg tudtuk venni. És ennek azt a nevet adtuk, hogy egy ház a nemzetért, akár munkahely is lehet, mert az is a családokért van, ha munkahelyet hozunk létre. A régi fűtőházban létrehoztuk az önkéntes tűzoltóságnak a laktanyáját. A nagy épületben pedig a borzsavári népművelőknek az otthona lett. Ez egy olyan otthona lehet a tehetséges környékbeli és vári gyerekek, felnőttek, fiatalok számára, ami az igazi értékeket tudja közkincsé tenni, még megbecsültebbé és hasznosabbá. Nem csupán az oktatásban, hanem még arra is odafigyelve, hogy fogyatékkal élő gyerekeket segítsünk, vagy idősek otthonát, vagy betegeket esetleg. Mindezt összefoglalva, ezek lehetnek arra való törekvések is, mint ahogy ön fogalmazott egyszer régebben, hogy a csodatudó kárpátai emberek életét könnyítsük meg, vagy megmaradásához járuljunk hozzá. Én egy olyan egyházkerületbe lehetek püspök, ahol az elődök például már rég megalapították, vagy létrehozták a cigánymissziót, vagy a fogyatékkal élő gyerekekre odafigyelve már több mint 20 évvel ezelőtt létrehozták a Nagy Dobronyi gyermekotthont. Viszont nekem is volt feladatom, tehát nem csak az, hogy ezeket az intézményeket vagy missziókat fenntartani, hanem gondolni arra, hogy ki az, akire nem terjed ez ki. Nem a szűk családi körbe, de a baráti körbe volt egy olyan élményem, ami engem nagyon megérintett, és én arra gondoltam, hogy nem lehet, hogy kipipáljuk, hogy ott vagyunk. És így született meg például az Élim központ Hetyenbe, ami annak idején direkt úgy volt, hogy fiúknak legyen egy napközi otthona, hogy a családból egy kicsit el tudjanak menni, velük legyen ott egy kis foglalkozás, hogy tehermentesítve legyenek a szülők. És a Hetyeni után így nyílt meg a Vári Fejlesztő és Oktató központ, a Ne Felejts, és én örülök annak, hogy azoknak a családoknak egy nagyon picit, így a református egyház keretein belül mi
keresztény emberek tudunk segíteni. Ezt azért tartom fontosnak, mert nem velem kezdődött itt az élet, és nem is velem fog befejeződni. Tehát az elődeim és a munkatársak mind engedelmesek voltak az Isten iránt erre a szolgálatra. Így az oktatási, illetve ezek a segítő intézmények is a fogyatékkal élőknek, vagy akár az időseknek. És én hálás vagyok azért, hogy még vannak terveink, van egy jövőképünk, és ez a jövőkép, amit mi látunk, nem csak én, hanem a zsinatunk, a munkatársak, a lelkipásztorok, az egy olyan jövőkép, amiben könnyebb, szebb lesz, reményteljesebb lesz az emberek élete itt. Egy szerepkörről, és lehet, hogy talán a legfontosabbról még nem beszélgettünk. 4 gyermek édesapja. Igen, ez egy örömteli dolog, hogy egy református püspök úgy élheti az életét, hogy van hová haza mennie. És ez egy nagyon fontos dolog. Tőlem sokszor kérdezik, hogy ez mit is jelent, és számomra ez az igazi célt is jelenti, hogy hazamegy az ember a családjához, de ugyanakkor az oázis az életemben, mert én hálás vagyok azért, hogy a feleségem nem egy mindennapi papné, valamikor volt egy cikk is róla. Azért, mert más munkaterületen dolgozik, ami az életünket színesebbé teszi, másképp látja ő az én dolgaimat, és nagyon sok mindenben tud segíteni. Hálás vagyok azért, hogy 5 gyerekünk születhetett, és 4-et nevelhetünk. A legkisebb Márton fiunk, ő már a reformáció gyermekei ötlet, gondolat jegyében kapta a nevét Luther Mártonról, 1 évvel ő hamarabb született. Tőle idősebb fiúk ők ikrek. Ők akkor születtek meg, amikor a szívünkben még a bánat és a keserűség ott volt az elsőszülött lányunk elvesztése miatt. Isten bennünket egy családdal ajándékozott, tehát egy ikerpárral ajándékozott meg ezután a nagy tragédia után. És a legnagyobb lányunk, ő egy nagyon színes, ő biciklizik, focizik, és közben tanul is, és készül lassan az érettségire. A legjobb az, amikor a gondjaim, a bajaimról semmit nem tudó gyerekek jönnek szembe, kérnek valamit, ezt nézd meg, ezt mutasd meg, ezt csináld meg. És ez egy más világ, és ez erőt is ad az embernek. Igaz, hogy este szoktam kávét inni, mert csúnyán néznek ki, hogyha én lennék a családból az első, aki eldőlök. Még így is előfordul velem, hogy én alszok el legkorábban, de mégis egy csoda a család. Ez az, ami kikapcsol, a család kapcsol ki, és feltölt. Kikapcsolódás, igen. Tehát ha reggel felkelek, és csak ott a 3 nagy gyerekkel, amíg iskolába mennek, 2-3 szó, egy kis biztatás, odafigyelj, vigyázz magadra, itt ne hagyd a pénzed, a telefonod legyen veled. Tehát ez a törődés, ez valahol nagyban jelentkezik az egyházkerületbe. És én az egyházkerületet is úgy tekintem, mint egy nagy családot, ahol nekem nem csak munkatársaim vannak, hanem ennél több. Én otthon is az vagyok, és ezt a feleségem sokszor el is mondja nekem, amikor valamin összekülönbözünk, és akkor úgy mondja, hogy nem püspök vagy. Itt hol a férjem vagy, itt hol a gyerekek apja vagy, és akkor ezt jó lenne, ha tudomásul vennéd, itt te nem parancsolsz. Tehát ott párbeszéd van, ott más. Én úgy gondolom, hogy a család az, ahol az ember egy kicsit újra gyerek is. Tehát tegnap este a kicsi fiunkkal játszottunk, és észreveszem magamon, hogy
úgy játszok egy kis autóval, hogy akkor is csinálom, amikor ő nem kéri tőlem. Tehát ez az a helyszín, ahol az ember nem csak azt érzi, hogy a Szentírásban le van írva, hogy legyetek olyanok, mint a gyermek, és fogadjátok úgy az Isten országát, hanem mi valamikor azok is vagyunk. Ugyanakkor, ha nem lenne családom, nem biztos, hogy ugyanúgy együtt tudnék érezni azokkal a szülőkkel, akik a gyereküket keresik épp, vagy akiknek épp a gyerekük beteg, és ők mindent meg szeretnének tenni a gyermekükért. Most így karácsony tájéken most játsszuk azt, hogy csak magára gondol Zán Fábián Sándor, mit kérne a Jézuskától? Mire vár advent idején? Nem szoktam elmondani, ez az igazság. Én nem nagyon vagyok így ajándékokra, vagy dolgokra beállított ember. Mostani karácsonyom az olyan, hogy már maga ebben az advent időszakban bennem van, hogy jó lenne, ha magától például vágynának a gyerekeim a templomba. És ez nekem egy nagy dolog lenne. Ha nem én mondanám, hogy gyere, meg nem hallgatnám meg kétszer azt, hogy kimaradjon a kicsivel otthon, mert ugye erre van rögtön három jelenkező. Tehát valami ilyesmi. Talán ami még már megfogalmazódott bennem, így az advent időszakban, hogy valami olyan békés kis családi együttlétre vágyok, tehát valami ilyesmire. Az a szép kis bégli, ami nem száradt el, az úgy eltöredezhető, nem kell protokollra odafigyelni, és ha nincs is szalvét, az akkor is ugye elrákcsálhatja az ember. Tehát nekem az a jó benne. Hát akkor nem kiszáradó beigliket és örömteli családi pillanatokat. Köszönöm szépen. Kívánok. Köszönöm szépen. Ma Zán Fábián Sándor püspök úrral beszélgettünk. Talán sikerült egy kicsit a palást mögé látni. És hogy ki mit látott, nyilván mindenki mást. Én az embert. A nagybetűs embert. Isten tenyerén. Várjuk Önöket a legközelebb is. A viszontlátásra!